Jagodinában egy orosz vállalat építőhelyén munkahelyi balesetben életét vesztette az 59 éves magyar kanizsai Lakatos József, közölte a szerencsétlenség helyszínének meglátogatása után a munkaügyi felügyelő. A rendőrségi közlemény szerint ma valamivel déli 12 óra előtt történt a baleset, amikor egy betonoszlop rázuhant a férfira. Az építkezést azonnal megszakították. Az illetékes ügyészség elvégezte a helyszínelést. A kartongöngyöleget gyártó orosz vállalat június 1-én kezdte jagodinai részlegének kiépítését. Lakatos annál a magyar kanizsai vállalatnál dolgozott, amely alvállalkozóként vett részt a projektumban.